Guré felé a kiugratás, azt még el lehet érni. Guré vissza lövésre, Csobolt, inkább egy csel, és egy esés, lehet tovább. Nagyon közel volt megint a játékvezető. Nyilván ezt vissza kell nézni, nem folytatódhat addig a játék. Lessük meg, itt van, hogy Csobot átveszi. Hát... ott volt az a láb. Ne felejtsük, akkor hívják ki a játékvezetőt, ha teljesen egyértelműnek tűnik az, hogy rossz döntést hozott. Itt azért, ahogy érezte Csobot, hogy összeér a két láb, egyből esett is. De nem lenne meglepetés, hogyha kihívnák. Itt van még egyszer innen is. Hát ez szerintem 11-es. De van, aki nálam jobban ért ehhez, úgyhogy már súgnak is, hogy valószínűleg a... nem, kihívják. Azt gondoltam, hogy adott esetben itt majd megy tovább, mert hogy nem teljesen egyértelmű a döntés, de így, hogyha kihívják, így azért már ez egy komoly... komoly jelzés azzal kapcsolatban, hogy ezt be kell fújni. Ugye ezt a képet látja. Káprá is, Olá Gábor ezen a mérkőzésen a videóbíró. Megnézi innen is, megbizonyosodik róla, hogy ez büntető, szerintem. Így bizony. Megképesztő volt, Castrati egyből fölemelte Csobotot. Úgy ünnepelte meg, hogy jön a 11-es. Hát komoly bajba került az Alaegerszeg viszonylag hamar. Troazé már fogja is a labdát. Még meglepetésre egyébként Bumál teszi le. Nem ő lett volna az első, de még csak nem is a második tippem. Első magyarországi gólját szerezheti. A 35. percben járunk. Bumál tehát. És kihagyja. Demjén érezte, hogy merre kell vetődni, és hát nyilván, ha van 11-es ölő kapus, az éppen Demjén, ezt aki figyeli az NB1-et, mindenki tudja. Tehát ez most egy rossz 11-es volt, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek a meccs után. Na, elmozdul Demjén, jön újra. Szóval a meccs után ettől még azért kíváncsi lennék arra, hogy miért Bumál kapta meg ezt a lehetőséget. Jogos döntés. És itt ki sem kell hívni a játékvezetőt, hogy... megnézze, hiszen ez egy objektív dolog, a rugás pillanatában már egyik lába sem volt a vonalon Demjénnek. Jogos. A szabályok alapján jogos. Onis pedig nagyon-nagyon mondja a magáit a negyedik játékvezetőnek. Na nézzük, ugyanoda rúgja vagy a másik irányba. Megint Bumál. Ezt meg mellé rúgja. De miért Bumár rúgja? Én nem akarom megbántani. De amikor ott a pályán egy Csobot, egy Kroázi. Ez egy fura döntés volt Vignyevicséktől. Ha Vignyevicsék döntöttek, de tudjuk, nem olyan egyszerű megmondani azt, hogy ki is végezzel a büntetőt.